Figyeld, mit találtam! Villám McQueen-es kocsi a Verdákból, és Doki, Hudson Doki szintén a Verdákból itt van. Ha a vízre megyek, nem találtam Verdákosat, de azért elhoztam nektek Dr. Eggman kocsiját. Szóval így folytatjuk a második aréna versenyig. Gyűjtögettem itt cuccokat, úgyhogy fejlődésben is haladtam elég sokat. Na de akkor újra legyőzzük Clutch Racington-t. Itt a rivális. Vagy hát igazából nem rivális, mert ő tanított meg minket bizonyos trükkökre, de itt van Villám McQueen, és akkor legyőzzük azt, aki minket tanított vezetni. Fordulj jobbra, hogy balra menj, ezt szokta mondani Hudson Doki, akire átváltunk, ha off-roadon megyünk, és akire még váltunk, az az Eggman karakterünk. Hát azt nem tudtam máshogy. Nem találtam olyat, hogy mondjuk Matuka kocsi, vagy valami, ami a vízen van, pedig az még egész jó lett volna. Háromkörös versenyről van szó, úgyhogy teljesítsük, és nyomjuk ezt végig. Egyébként a gyűjtögetéssel még szintet is léptem, árankba kerültem, úgyhogy elég jól haladok. Az a Big Butte County az volt az, amit teljesítettem, még a Prospecto Valley az még hiányzik a maxolásba, de úgy voltam, hogy akkor most már ideje, hogy egy kis videót is közzé tegyek, és tegyük meg az előrehaladást a story módon belül is. Jön az utolsó kör, úgyhogy most már figyeljünk, második helyen vagyok, és legelől Doggy Dog, vagy ki van ott elől, de Clutch Racington is drift előzik befelé, és mindig itt ez a cápa. Gyerünk, itt előzzük meg az utolsó kanyarokban, még itt van egy, és akkor fordulunk rá a cél egyenesre, drifteltünk Hudson Dogival, úgy, ahogy ezt illik, és aztán a 94-es kocsival, All Perked Up trófeával 10 perket megszereztünk, és megvan az első helyünk, megnyertük a McLarent, kaptunk egy új perket, és a riválist legyőztük. Még 7 darab zászló kell az újabb arénához. És akkor itt már látszik, hogy a C-t és a B-t már teljesítettük itt a 101-esbe. De akkor Big Butte Countyhoz kell menni, hogy akkor itt is újra menjünk. Sőt, itt már van olyan, hogy CBA és a Derby még egy visszavonal. Új rivális Fernando Suárez és Maple Bar. Már a C perkek mellett most már van egy B perkem is, az ára még nincsen semmi, amit tehetnék, úgyhogy ja, kezdjük. De előtte le kell győzni a Meatless Monsters, ez le van zárva. Itt van akkor a Rescue, ide kell nekünk elmenni, szóval pörgessük fel a motorokat és indulás. Itt van ez a mozizó hely, hát akkor nézzük meg, hogy milyen támadáson. Ja, megint ezek a skeletonok. Volt már ilyen gyűjtés, amikor embereket kellett megmenteni, megvannak a célok, gyere pattanj, mármint tehát neki lehet menni a zombiknak, vagy az ilyen csontvázoknak, embereket pedig fel kell segíteni és el kell vinni. Adjuk le őket, és a cél akkor 4-3, vagy ja, eddig annyi van meg. 25 000 pont itt van felül a mi kell. Pontszámot kapunk csontváz leütésre, és pontszámot kapunk ember megmentésre. Összesen 5-en ülhetnek a kocsiba, és a térképen lehet látni kicsi zöld pontokként az emberkéket. Figyeld, most viszek 5-öt is, és 13 ezerről 18 ezerre felugrik a pontszám. Tehát ugye ezres emberenként úgy tűnik. De hát nyilván kapunk még pontot a csontvázak elütésére is. Amíg ezt az egy embert beviszem, 20 másodperc van, 25 ezer pont, a cél rendben. És így teljesítettük, megkaptuk nagyapót. Szintlépés most már a 20-asról a 21-esre. Na most már ki lehet hívni akkor Fernandót. Úgy tűnik, hogy valami nagy csipes szószos. Ja. Ja, neki van egy ilyen boltja, taco bolt, vagy hotdogos. Úgy tűnik, hogy akik itt versenyeznek, azok mindannyian valamilyen kocsi, vagyis kajakkocsiba, hotdog, hamburger, van itt mindenféle, pizzás is lesz. 4-körös verseny, és akkor nekünk itt kellene valahogy győzedelmeskedni. Hát próbáljunk itt egy levágót tenni, és aztán egy ugrás. Felvették a power-upokat előlem. És lövöldöznek is. Vissza be a városba, és tudnak még olajfoltokat is itt hagyni, meg egy boost padot, és ennyi volt egy kör, tehát nem túl hosszú.
de úgy látszik, hogy gyorsak ahhoz a járgányok, nézd meg! Pedig arra gondoltam, hogyha ezeknek az a célja, hogy áruljanak kajákat, akkor nem lesz olyan gyors kocsijuk, de igenis, gyors a járgány, csak belementek abba az olajfoltba, úgyhogy ott kicsit kisodródtak. Itt bal szélen levágtam a füvet a fűjárgánnyal, és emiatt én ezt gyorsan fel tudom emelni, és ki tudom használni a boostot, amit az juttat számunkra. Úgyhogy azt érdemes megcsinálni, ilyen melléküldetés gyűjteni való. Természetesen útmutató kell hozzá, mert a térképen sajnos úgy nem mutatja meg a játék, amit én sajnálok. Hát jó lenne olyan, hogyha úgy mutatná. Mindig szeretem az ilyen játékokban, ahol van gyűjteni való, valami térképet lehet venni, vagy képességet, ami így mutatja, hogy közelben mi van. Hát észre lehet venni amúgy a dolgokat, de azért nem bízok én annyira 100%-osan ebben. Na menjünk és győzzük le őket, mindannyiójukat. Na szavaztok, első hely Villám McQueen-é. Megvan a 10. zászló, sőt Bricolini Pizza Pie karakter, és a rivális legyőzve. Itt van a következő rivális, úgy tűnik ez most a fánkos, vagy ki lehet? Úgy tűnik itt végig valami kajászdák vannak, ez a fánkos Maple Bar. Figyeld, mekkora fánk! És a riválisok úgy tűnik, hogy ilyen bögrék, vagy csészék, és hát ilyen nincsen. És éjszakai sprint verseny, mert itt a százalék megy fölfelé, tehát nem körversenyről van szó, de a támadásokat már megkezdték, úgyhogy mi próbáljunk bent tartózkodni a pályán, és ugrás és boostolás, aztán pedig vissza új a dinoszauruszok között menjünk, és haladjunk a turbóval együtt. Itt a fánk, amit láthatunk a betöltés közben, és harmadik helyen haladunk előre, miközben a fánkokat dobálják még. Na csipegessünk mi is egy-két ellenfelet, így bizony. A vízre is ki fogunk kerülni, úgy tűnik, miközben elérjük az 50%-os teljesítést. Jövök és akkor felveszem. Hát a Ghost Form az is jó, hogy hátulról nem tudnak letámadni. Viszont azért még a teljes előrehaladáshoz szükséges. Ó, ott beakadt a rivális, ez pont jó volt. Eggman mobil, Doc Hudson, Eggman vissza. Na várja, nyomjuk be a Turbo Boostot, és azzal ugorjunk egy jó nagyot az első helyre. Ez jól sikerült, de a rivális úgy tűnik még előre tudott szaladni, második helyes személlyel együtt is. Megpróbáljuk még leelőzni még egy boosttal, gyerünk, vegyük fel ezt hátrafelé kile. Hátra akartam pedig lőni azt a rakétát. Gyerünk, itt előzzük meg, és az utolsó boosttal első. 11. zászló, megvan a Monster Chef és a rivális legyőzve. Utazzunk át Prospecto Valley-re. Új riválisunk Bertie Backfire, Max Speed, akit már legyőztünk egyszer igazából. Na menjünk a Robot Revenge-re. Úgy tűnik a robotok akarnak egy kis bosszút állni, amit mi az első epizódban tettünk velük. Mi ezt nem hagyjuk. Győzzük le megint hullámról hullámra őket. Első hullám, meg kell védeni a három tornyot. Csak most itt így van, hogy ilyen szigetek vannak, és vízen is kell haladnunk. Itt jönnek akkor ezek a kis robotok, őket kell nekünk legyőzni, és megakadályozni, hogy ők eljussanak a toronyhoz, mert azt akarják nekünk tönkretenni. Mi pedig tudunk felvenni ilyen power-upokat, amik nagyban segítenek, és újra is töltődnek, tehát igazából a 13.000 pont, amit kijelöltek számunkra, az teljesíthető. Én azt mondom, hogy nyugodtan, de azt mondom, hogy úgy okésan. Második hullám. Várjál, itt egy repülős, annak nekiugrottunk, annyi neki. Itt viszont már robbantanának. Új, nézd meg, nagyon támadják már itt az át, úgy veszem észre, úgyhogy robbantsunk. Utolsó hullám. Várjál, ezt is robbantsuk. Jó. A cél a 13.000, mi jelenleg 11.600-nál vagyunk. Azt mondom, hogy meg lesz. Jó, 14.000 megvan. Most már csak védjük meg, hát mindegyik sárga állapotban van, szóval azért veszélyes. Kész. És még pluszpontot is kaptunk, mert fennmaradt a torony. Úgyhogy teljesítve. KOAMP szintlépés a 21-esről fel a 22-esre. Most már megnyílik, úgy tűnik még egy helyszín, a Hounsborough. Itt lesz majd az első garázsunk. Itt ide kell nekünk jönni? Amikor készen állok? Jó, hát még nem állok készen. Szerintem itt még teljesíteni kell versenyeket, úgy gondolom. Igen, itt van fent a
2 Scratch Freeway, illetve itt is egy felkijelzőjeles a Clever Minds. Úgyhogy azokat még megcsinálom itt, és utána megyek oda, gondolom, az utolsó versenyekre, amik szükségesek. Jó, keresztül lehet itt menni, jól néz ki az egész hegyen keresztül. Nagyon jól néz ki ez a hely is, nagyon mindegyik helyszín szép, én azt mondom, hangulatos itt így utazgatni és kocsikázni. Itt van nekünk a macskás hölgy egy macska kocsival, aki nem más, mint Bertie Backfire. Gyerünk, Dokival kezdjük a versenyt, és úgy látom, kis kocsik vannak még itt, gondolom a macskái versenyeznek, és őt segítik. Hát ez nagyon komoly amúgy. Milyen jó kis riválisokat kialakítottak ide ebbe a játékba. Oké, driftelgethetünk, vegyünk fel még egy rakétát. Ó, hogy az a rakétát, hogy nem sikerült felvenni. Lehet ugrani kellett volna egyet. Elég kanyargós itt az eleje ennek a versenynek. Két körös, úgyhogy valószínűleg hosszú lesz ez a harc. Lehet ott fent is menni, és úgy látom ide lent is az alagúton keresztül. Mi akkor csípjünk oda, még az eltalálja? Úgy tűnik igen, most egy egyenesebb szakasznál kicsit turbóztam és befordultam. Na, ott volt a fű, amin kicsit megakadtam, azt majd le fogjuk vágni, hogyha erre a területre is rászánom az idejét a videón kívül, hogy akkor megszerezzem azokat a gyűjteni valókat, amik itt vannak, de eddig csak Big Butte County-t maxoltam, amit tudtam, megszereztem. De akkor úgy látom, lesz majd még egy helyszín, a Hounsborough, az egy kicsit, hát nem tudom, ilyen Halloween-es történet, vagy mi lesz, de valami félelmetes hangja és neve van, meglátjuk majd. Ez és az előző kettő is még nagyon jó világnak tűnik, majd meglátjuk az, mennyire lesz másabb. Most megyek itt felül úgy, ahogy a rivális is megy, de közben le is győztem. Úgy látom, itt ilyen macska játékok vannak, ez tiszta macskás ez az egész. Úgy tűnik, nézd meg, ez tökre úgy van kialakítva. És itt a finish, úgyhogy ez egy egyszerű győzelem volt. Első hely, 12. zászló. Kaptunk egy új dudát, legyőztük a riválist. Ahhoz, hogy Maxpeed riválist legyőzzük, teljesíteni kell a Rotorhead feladatot. Na, teszteljük akkor a jetpackeket, ide lépünk, és akkor oda kell nekünk repülgetni, vagy oda tudunk mi? Az túl alacsonyan repültem. Itt van egy ilyen emelkedős, jó, akkor azt kihasználjuk, azt az áramlatot, ami itt látszik a folyó fölött, és akkor úgy kerülünk magasabb pozícióba, és így körbe nézhetjük. Ajaj, de itt kihagytam egyet. Na és odáig kell szerintem utoljára eljutni, benyomtam az extra turbót, úgyhogy please, lehet a turbó volt a hiba, így szép lassan végig haladunk, még Dokira vissza is változtunk, és beérkeztünk, rendbe, Chrome Drone, feloldva jetpackek, szintlépés is eljött, 22-esről boom, 23-ra léptünk, let's go! Jöhet Max Speed, egyszer már sikerült legyőzni, szerintem sikerülni fog másodjára is, úgy tűnik egy 5-körös versenyről van szó, és ez egy ilyen 8, vagy ez hogy van ez így, körbe-körbe kell nekünk menni, az a helyzet úgy tűnik, hogy ilyen dupla 8-as kanyargó középen találkozó történet van. Ez egy kiváló pályának tűnik arra, hogy csapassuk, nyomassuk, turbózzunk, és összetörjük a társainkat. Hát az én kocsim is, nézd meg, hogy mi van ezzel, McQueen! Ez jó, jó, és még mindig csak harmadik vagyok, illetve a kocsim már kezd egy ramatyabb lenni, nézd már, mi maradt belőle. A 4 kerék. Oké, de azért még turbózni tudok, kilőni is tudok, robbantás, ez az. Ott az első helyen Max Speed, hát neki sincs valami nagy kocsija, ahogy látom. Én viszont már újraépítettem McQueen-t. Az élmezőny, oké, leelőzve mindenki, védekezés, dobbantás, mert ott volt a tűz, és még túlélte. Ugrani kell itt középen, és aztán vigyázz azokra a golyóbisokra, hát ha ők neki mennek, eltaláltam, de még életbe maradt. Utolsó kör kezdődik. Oké, ez már szerintem meg lesz itt, most már meg lesz ez itt a finish, úgyhogy rendben. GG! Első hely, 13. zászló, megvan a virágos csomag 2-es számú, Max Speed pedig legyőzve. A kezdő helyszín a Turbo Acres lezárva, aztán a második helyszín a Big
Lakeview-t lezárva, ott az aréna is megvolt, és a zászlókat gyűjtögettük a harmadik helyszínen, Prospecto Valley-ben. Több itt nincsen, de majd itt lesz a nagy aréna versenyünk, viszont itt a negyedik helyszínünk, Hounsborough. Ide utazunk! Figyeld ezt a félelmetes kialakítást! Oho, pókok, Halloween tökök és félelmek! Új rivális Arachnorella és Fossil Fueler! Aztán még King Buzo, vagy Buzo-nak kell ejteni, az egy jó kérdés. Minden esetre itt vagyunk, csekkoljuk le a helyszínt, és csapassuk, haladjunk, szerezzük meg akkor azokat a szükséges 3 darab zászlót, hogy meglegyen nekünk akkor a 16. Nézzük meg, hogy merre találkozhatok akkor a feladatokkal. Jó, tehát akkor a helyszínekben még van itt egy kis lezárt, vagy mi ez a sötét, vagy olyan nagy, vagy nézd meg ezt az ugrást a semmiségbe. Oké, akkor menjünk először ide, Spider Pókos helyszín. Oké, megvan a trófea, kicsit versenyezgettem, kicsit járkálgattam ezen a helyszínen belül is, ez egy easy trófea. Itt van akkor Arachnorella, a pókos riválisunk. Hozd vissza a csontot, és visszahozott egy fejet sisakkal. Oké, kezdhetjük Hudson Doki versenyzése, és nagyon magán kis kocsikkal vannak itt, akik támogatják ezt a pókos hölgyet, arachnofóbia, arachnidok, arachnorella, nagyon jól kitalálták ezeket a neveket, és a helyszínt is. Nézd meg ezeket a fákat, a gajakat, az ágat, és azt, hogy milyen gyorsan leelőzök mindenkit, csicsacsut, wow, a kis odraodás, gyerünk, fordulj jobbra, hogy balra menj, és ugrándozik, szevasz, kiütés, egy driftelés balra, bevesszük a kanyart, nagyon vagányan én azt mondom, újabb dupla turbó támadás, és vigyázz, mert egy csomó pókháló van, ami segíti a pókokat, és az első helyen lévő riválisunkat, tartsuk bent, és folytassuk a négykörös versenyt. Figyelj, milyen pókos kocsija van, ott driftelget a második helyen, nagyon durván jól néz ki amúgy. Na de itt vagytunk az első helyen, és beszáguldottunk. Győztünk, ez a 14. zászlónk, megvannak a karmok és az ujjak, és legyőztük Arachnorellát. Itt van ez a King Légy, én Légynek hívom, a Légy király. Figyelj, itt vannak a legyek, figyelj, miket szereztek. De a király, a King az ide fent van, ő egy szeget is talál, jéj! Vizen kezdünk Eggman mobillal, na de hogy fejezzük be, az már egy másik kérdés, mert ez egy 5 körös verseny, ahol nekünk le kell győzni akkor, nem tudom, ízelt lábú rovarok, bogarak, milyen csapat van itt, de azt tudom, hogy nekünk egy nagy csípős légy van ott. Júj, a légy, amikor csíp, az nagyon durva. Ó, itt kellett volna egy kis fűvágást tenni, habár mondjuk most érkeztem erre a helyszínre, úgyhogy még ezt nem tehettem volna meg. A következő epizódra megpróbálom akkor maxolni, gyűjteni és kiegészíteni azokkal a dolgokkal az előrehaladásomat videón kívül, amik szükségesek a nyugodtabb, tisztább és győzedelmesebb előrehaladáshoz a játék fő sztoriában. Ugyanígy tettem az ebbe az előző videó és a mostani között is. Ugye megszereztem azokat az arany, vagy nem is arany kockák voltak, hanem rainbow kockák voltak, aztán fú, de robbantás! Aztán volt ott még mindenféléket lehetett gyűjteni, aztán ugrálgatni kellett, ugyanúgy a füvet le kellett úgy vágni, de ezek légycsapók? Nézd már, én meg azt hittem ez az evezőlapátok, de a légycsapó van itt pont a légykirálynak! Jól kitalálták ezt a pályát is, mindig amúgy nagyon, meg ott is ezek a kék színű légyfogók, hogy a légy belerepül, és akkor hát egy rázásban egy annyi neki. Oké, elezzük csak meg, lökjük ki oldalra, egy nagy dömper van neki, bum, robbantás, negyedik kör, úgyhogy még van idő, de azért ne tortogassuk meg a győzelem megszerzését, az utolsó pilla, már megint kezdi a lövöldözés, de ez így nem lesz jó, itt oldalt próbálok egy checkpoint csikizést, és aztán pedig egy középső légycsapó kikerülést. Wow, ott van a King, és a Kinget a valódi King legyőzi!
első hely, megvan a 15. zászló, és a virágok, amit szagolhatnak alulról, mint az ibolyát. Szintlépés a 23-asról fel a 24-esre. És itt van akkor ez a csontváz. A csontváz megérkezett a csontkocsival. Adott mi? Nagyon magán. Rajta gyerünk, kezdjük. A mocsárba érkeztünk, ezért kellett olyan messzire utaznunk, hogy kihívjuk ezt a riválist. Ahogy látom, a mocsárban alligátorok, krokodilok, robbantások vannak. Ez azért túlzás egy háromkörös verseny elején, ahogy már is támadnak. Negyedik helyszín, negyedik hely, amire fel tudtam jutni, és az a következő tennivaló, hogy még egy kis boostot szerezzek, és aztán dupla kilövés. Ahogy látom, ott jobb szélen lett volna lehetőség egy levágásra. A következő körökben megpróbálok jobban odafigyelni, hogy azt kihasználjam, és hogy fent tudjak maradni egyáltalán a dobogón, mert most a harmadik helyen vagyok, ami kevés lesz vissza a negyedik, hogy kielőzött le. Komám, vigyázz már visszafelé, ajjaj. Ott van a második és az első, itt ugrok még egyet, felveszem ezt a rakétát, közelebb próbálok kerülni, akkor a harapás! Jó, vissza tudtam hozni magam a harmadik helyre, és a második kör kezdődik, de nekünk nem ez a fő célunk, hogy harmadikok legyünk, hanem hogy itt dobbantsunk egy szép nagyot, boost előre, hát ez inkább magas volt, mint hogy gyors lett volna, úgyhogy lehet azt legközelebb nem teszem meg, viszont amiről beszéltünk, az, hogy itt a driftes kanyar után, ha jól emléksz, ai, nem most támadj már egy pókhálóval, itt jobb szélen vannak valami deszkák kialakított rámpa, amiről ugrok, sikerült felugorni, boost hely, vagy vissza le, hát ebben sem vagyok teljesen biztos, hogy jó lett volna, mert kicsit mintha lassított volna, de a lényeg az, hogy a valóság azt tükrözi, hogy az első helyen vagyok. Nos, kikerülöm a krokodilt is, és így dobbantok egy nagy, gyors előre haladással, bedriftelőzök ide, driftelőzök vissza, és ezzel pedig a győzelem az nekem, harmadik kör kezdődik. Jó, ez az első hely, ami azt jelenti, hogy ez a 16. zászló kiemelt, Dualmaster Blaster Green, de jó neve van. Rivális legyőzve, itt is van nekünk a Prospecto Valley Arena, ez a második. Ott van már ez, igen, Shadowzy most már jön, vagy csak küldi a második emberét. Itt van bizony, a riválisunk a guy number two. És hát ugye a többi rivális is ott van a háromkörös aréna versenyben, látod itt a nagy csontvázas, a paukos, mindenki itt van, és Shadowzy-nek a kijelölt személye, a guy number two, is itt szerepel. Na jó, úgy tűnik a bányába érkeztünk be, ahol folynak a munkálatok, úgyhogy az aréna ide lett betelepítve a közönség sorával együtt, nagyon vagányul néz ki, és milyen jól kihasználják a terület adottságait. Nézd csak, vízesések idebent, és vizes harcolások, nagy fékezések, fordulások. Tartani kell a sárkoktól, vagyis a cápáktól, már hirtelen keverem az angolt a magyar szöveggel is. Na jó, maradjunk itt a felső útvonalon, mert itt egy nagy kilövés lesz, hogyha ezt jól látom, és itt egy az első kör végére. Hú! Ez már a harmadik kör. Nálam van egy fegyver, de guy number two itt csipeget! Csipjék vissza! Csip vissza! Verelésre turbo! Te mit? Hogy a? Ez de mi? Mi? Hogy kilökött ki? És már megint a harmadik kör végén. Pontosan! Gyerünk, most is közel vannak, de reméljük, hogy... Mondom, remélj! Hogy? Hogy győztem ott le? Azt nem tudom, de a Prospecto Champion kész trófea, rendbe, első hely zsebbe. Megvan a második medál, guy number two legyőzve. Húú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 ú
szintlépés a 25-ösről, bum, 26-osra. Most már csak akkor Shadow Z-t kell majd legyőzni, és jöhet a végső Sky Cup. Na meglátjuk, menjünk vissza a Turbo Acres-re, hogy beszéljünk Klatch-sal. Ahol kezdtük, még mindig ott van valami tudnivaló. Na rendben, akkor ott fogjuk folytatni valamilyen más járgányokkal, mert szerintem ez is jó kis kocsi volt. Doki,
aztán McQueen, és az Eggmobile, ezt a hármat hoztam el a mai videóra, de a következő az meglepetés.